magyar királyok koronája hosszú évtizedeken át háborítatlanul pihent a budai vár északi oldalának második emeletén, ahol a két háború között a kormányzói lakosztály is helyet kapott. A korona őrzése egy külön erre a célra felállított maroknyi, de válogatott emberekből álló csapat a koronaőrség feladata volt. A korona és a koronázási jelvények egy külön szobába, úgy hívtuk páncélszoba, mert ez két hatalmas ajtaja volt neki, körülbelül 2 méterszer 1 méteres volt egyik-egyik szárny. Csak az országos koronörök jelenlétében, valamint hát Horthy Miklós jelenlétében lehetett megközelíteni csak még a őrszobát is, hát a páncélszobát azt meg különösképpen csak akkor, hogyha a három kulcs együtt volt, mert azt a szobát 3 speciál zárral csukták, és abban már csak azok mehettek, akik arra hivatott, és nagyon indokolt esetben voltak. Indokolt volt, és nagyon értékes személyek voltak abban az időben. Jelen volt a korona elvitelnél Perényi Zsigmond országos koronaőr, azután akkor már Szőlősi fellépett, mint miniszterelnök helyettes. Előző napokban még akkor már érintkezésbe kellett vele lépjünk, úgyhogy ő intézkedett tulajdonképpen a koronával, és Vicc apát plébános akkor a várkápolnába volt, ami a Szent Jobbot is vittük. Kíváncsi voltam magam is a koronára, felnyitottuk a bőrtokot, és felnyitottam egyedül, és kivettem a koronát a kezembe. Vicces egy kicsit, de a fejem fölé emeltem. A koronaőrség katonái, Bunda József és Kocsis József törzsőrmesterek, Horváth Kálmán főtörzsőrmester és a parancsnok helyettes, Váli István alezredes, jó 30 év múltán, a 70-es évek derekán vállalni merték, hogy filmkamera előtt mondják el a korona háborús vándorútját. Titkokról beszéltek, hogy tanúságot tegyenek. Tudták, nem fogjuk a felvételeket szándékukkal ellenkezően felhasználni. Az interjúk operatőre Molnár Miklós volt.